még én még pár csak stúd hátra. Jó, én még addig akkor annyit szeretnék Oleg-től Svetlanától kérdezni, hogy nem lesz semmi baj, ha itt hagyjuk a raktárba ezt a kettőt? Ja, semmi nem, adunk nekik enni, aztán de majd... túl sokat. Aztán majd a hatóság elbánik velük, ha ide érnek. És vissza szeretnék még, és a raktáron keresztül beszeretnék szólni, hogy figyeljetek, életbe adjunk titeket szívesen. Hamarosan indulunk, és ha nem akarjátok, hogy Staglord megtudja, hogy elárultátok őt, és elmondtatok mindent a szervezetről, akkor most még mondjátok el, amit tudtok, és akkor lehet, hogy tartom a számot. Egy kicsit magasabb hang, viszont én elmondtam már mindent! Igen, Bob, te igen. Bob, te remek munkát végeztél. Csak oda mordul neki, Hebsz, de azt nem érted, mit mond már neki így a ajtón keresztül. Hebsz, valami? Én a többiektől kérdezném, hogy annak a kisfőnöknek a sebét nem kéne kiégetni, hogy ne pusztuljon ott teljes mértékben, vagy csak kicsit. Ezt a legmegoldja majd szerintem. Valahogy csak mondja, ne foglalkozzatok vele, hogy ellátjuk annyira, hogy... Mert ellátjuk. Fájjon neki, de ne halljon bele. Tehát akkor nem mondanak semmi plusz információt már. Semmi az égető világon. Hát akkor szerintem el is indulunk szépen lassan. Uh-huh. Én ahogy haladunk, akkor lovakkal megyünk. 5 darab lovunk van összesen? Összesen 5 darab, nem túl jó állapotú lovatok van. Elnevezhetően fejenként, ahogy gondoljátok. Uh-huh. Én ahogy haladunk, szeretnék a többiek felé fordulni, hogy örülök, hogy nem végeztük ki ezt. Alapvetően így információként, hogy a mezőn részen, ahol nincs erdő, ott tudtok haladni lovakkal, az erdőben nem. Normális útvonalak nincsenek a Stolenlands-ben, csak tényleg ilyen csapások az erdőben, vad csapások, semmi más. Az része egyébként a feladatotoknak, hogy az ilyen jellegű dolgokat is felmérjétek, hogy hova lehet utat építeni, útvonalakat, ilyesmiket. Mert ez egy eléggé feltérképezetlen terület. Szóval többiek felé fordulok, hogy örülök, hogy nem végeztük ki ezeket a valakiket. Hogyha elkezdünk uralkodni végre, akkor az első rendeletem az lesz, hogy valószínűleg az egész birodalomban az agressziót azt ilyen törvényen kívülivé helyezem. Úgy teljesen? Teljesen az agressziót. Én is örülni. A részleteket majd pontosítjuk még majd. Ugyan nagyszerű hangzik ez, de itt van ahhoz, hogyha regulálnánk. Mondjuk közös megegyezés alapján mondjuk egy kis körbe vagy négyzet alapú térbe bezárva a két ember összeverekedhet, hogyha szeretnék, mi többet fogadhatunk rá. Ja, azt nem először gondolsz, hogy csak egy valakit utálnánk ki az egész birodalommal. Lenne egy ember, akit konzekvensen utálnánk. De, az se rossz. De a tervezet az sokkal jobb. Szerintem Bobon nagyon jól haladunk, hogy meglegyen ez az egy ember. Szóval... Ezt mindig akartam mondani egyébként, hogy jól haladtok, hogy meglegyen az egy ember. Összetört szívvel előre lovagolok. Mert hogy... Értem. Szóval értem. Én is örülnék amúgy, ha életbe hagynánk. Nem azt mondom, hogy mindenkit nyilván, aki egyértelmű agresszióval fordul felénk. De... Minél többen vannak, akik terjesztik a hírünket, az sem feltétlenül probléma. És szeretem azt, ha tudják az emberek, hogy hát, hogy ki vagyok. Ami azt illeti, titeket is megkérdeznek. Láttatok valaha valakit, akinek hasonló jelek voltak a testén? Nekem. Én erősen bólogatok. Nincsenek ilyen jellegű emlékeim. Nem, így. Hogy nem? Ment is fehér rózsák akar, ilyen? Fehér rózsák. Láttam már. Nem feltétlenül a karján, bárhol lehetnek. És kicsit elhúzom amúgy az ingemet, hogy a bal vállamon is vannak. Hát általában így részegen szoktak ilyeneket csináltatni, hogyha nagyon be vannak rúgva, és akkor olyan jó ötletnek tűnik este. Úgy ilyen szempontból láttam már hasonlókat. Ö,
Szóval igen, mindegy, minél több ember látja ezeket, annál több hír jut hozzám vissza. Jó lenne találni másokat is, akiknek van ilyenjük. Mert kik ezek a mások egyébként? Mert én rajzolhatok magamra egyet, az már egyel több. Ja, az igazság, hogy ez máshogy működik. Lehetne ez a jelképünk mindannyiunknak. Ja, akár mit két falóra is lehetek, kettő is volt. Igen, ezt lehet, hogy kifejezetten nem tetszene nekem, ha valaki ezt hamisítaná, meg szerintem észrevenném, és szerintem az sem lenne jó, ha ez lenne a mi jelünket, ha lehet maradjon meg nekem, de nem mindegy, tartsuk nyitva a szemünket. Egy ilyen közös banda jel, aha, tetszik az ötlet. Majd talán egy tetováló művészt, akkor csináltatunk mindannyian egyet. Legyen, vagy a fene, de jó, oké, Bobó. Szerintem a kertészek, vagy valami ilyesmi nevet kitalálunk még. Én is gondolkodtam ezen, de elvetettem, de lehet. Mi támogatunk mindenben, és haladunk tovább szerint. Jó. Na, visszatérve a térképre, a pipa az azt jelenti, hogy azt a hexet felfedeztétek. Alapvetően úgy fog működni az egész, hogy két lehetőségetek van, vagy áthaladtok a hexen, ezt a felső tábla mutatja, hogy átjuttok rajta. Ez az idő, az azt jelenti, hogy a két szemben lévő oldal között mennyire átjutni. Ilyenkor csak bizonyos dolgokat tudtok észrevenni, ami tényleg így kiszűri az ember szemét, amit landmarknak lehetne mondani. Ha eltöltötök egy hosszabb időt, hogy felfedezzétek, akkor viszont dobnotok egy perception checket, hogy ha van valami rejtett dolog azon a hexen, hogy ezt felfedezzétek. Ezen kívül későbbiekben csak olyan hexekre fogtok tudni építeni a térképen, ami fel van fedezve teljesen. Aha. Mi a lóval mentek, én azt mondom, hogy és ennyire nem túl jó állapotúak ezek a lovak, így a 40 feet-es sebességet számoljuk. Tehát, hogy el akartok menni egyből a bandita táborba, vagy elkezdtek felfedezni, ez már rajtatok múlik. Hát szerintem haladunk, nem? Vagy? Mert szerintem, ha már úgyis megyünk a Thorn River Camphez, akkor azért felfedezzük ezt a kettőt, nem? Fedezzük? Kérdez meg, hogy elfejtettem. Gyorsan. De azok komoly napokba kerülnek. Hát azért vagyunk itt, hogy felfedezzük, nem? Szóval... Nem tudom, hogy sietünk-e annyira, hogy félnünk kell, hogy a hátunk mögé kerülnek, vagy... De talán... Hát ilyen pillanatban nagyon információtok nincs arra, nincsen információ senkinek, hogy vagytok. Hát akkor szerintem... Hát nem, de az ott lévőknek fel fog tűnni, hogy ez a 5 darab idióta nem megy vissza. Az egyértelmű, hogy fel fog neki tűnni idővel. Szavazzunk. Ki szerint fedezzünk fel? Vagy elfoglalhatjuk a tábort, és onnan elkezdhetjük a felfedezést. Igen, én ezt támogatnám. Jó, akkor én is ezt támogatom. Ja, akkor siessünk. Intézzük el ezeket aztán. Állap tiszta azok a területet. Úgyhogy gyorsan csináltam egy csodálatos rajzot. Pa. Jelképezve, hogy hol vagytok, melyik hexen vagytok, és hova akartok menni. A zöld vonal jelzi egyébként a Stolen Lancet. A zöld vonal, amit láttok, az azt jelenti, hogy meddig van engedélyetek menni. Ja. És akkor itt kéne kialakítanunk a birodalmat hivatalosan. Azon kívül sárkányok, fődémonok és egyéb hasonló nyalákság található tízesével. Király. Menjünk oda. Menjünk oda. Igen. Menjünk oda. Zöld vonalon belülre születni kell. Minden ilyen
Eladjuk a lelkünket, a szolgálatukért cserébe, és sárkány és démon hadsereggel pedig elfoglaljuk ezt a területet. Akkor haladunk szerintem Thorn Riverbe, nem nagyon izélünk, hogyha... Akkor siessünk Thorn Riverbe. Jó, és akkor egyből oda mentek? Aha. Mhm. Jelenlegi tempótokban, az 12 óra út, tehát nagyjából este felé értek oda. Hát szerintem lehet, hogy pihenünk egyet reggelig, vagy nagyon este akarunk rajtuk ütni. Longresztelni van nőnk napközben, lovaglás közben. Hogy mi? Bírunk longresztelni lovaglás közben. A lóháton? Nem. Akkor én ezért szeretnék... Igen? Mondja csak. Akkor én szeretnék valahol majd megállni, és akkor úgy, hogy körülbelül reggelre érünk oda. Egy long restet azért el szeretnék nyomni, hogy azért teljesen feltöltődve támadjuk meg ezeket a banditákat. Akkor... Valahol. Mennyit halt? Nyugodtan húzatok egyébként arra, hogy a tokent elmegytek, tudjátok? Nem. All players. Nem tudjuk. Jó, most tudjátok mozgatni a tokent, hogy hol akartok megállni. Mondjuk itt ebben az erdő részben. Ajjaj. Mi az? Nem tetszik ez a rollogatás. Ennél privátan nem is lehetne. Nem lehetne, egyébként hasztalom van. És egyébként is. Vagy egy kicsit előbb. Hát... Szerintem nagyjából jó egy... Kb. Egy órára. Ez ilyen, ami nem tűnik olyan. És lehetséges, hogy az is azt is megcsináljuk, hogy bemegyünk beszélni velük először. Én a meggyőzős mestere vagyok, szóval... Jaj, mondjuk a Prey-en meg Amrisbe mehetünk beszélni, például. Wow. Igen, ha már így a helyen szintű meggyőzésről van szó, akkor talán a legjobb választással kéne mennünk. Ahriman? Vagy én? Vagy Ahriman, vagy vele igazából. Wow. Igen, szerintem, hogy felállítunk a lehetőséges sorrendjét, akkor jó magam, Remzi, Ahriman, Vala, és ennyi az összes lehetőségünk, igaz? Szerintem hát akkor már a potenciális uralkodónak kellene mennie. Sajnos Bobot. Pontosan. Jó. Ezért nem értem, hogy a Bobot miért vettük bele a felsorolásba. Tetszik a humor. Tetszik a humorod, Ámrisz. Fontos kérdés, miről akartok dönteni? Már egy ilyen maradtam közben. Tetszik a humorod, Ámrisz. Ezért tartok veled, mert te is ilyen humoros vagy. Látszik, hogy egy helyről származunk. Egy kicsit hátba vágom, hogy na. Nem, biztos rendben lesz, majd beszélünk velük egy jót. Tehát a beszélgetés ez mindig jól megy. Még soha nem történt semmi probléma, hogy beszélgetünk. Lehet, hogy fel is hozom nekik ezt a rendeletet egyébként, hogy már megelőlegezve a dolgot, hogy az agresszió tiltott lesz a pirodalomban, hogy tudjanak róla. Csak nagy megtámadjanak minket. Vagy pedig rajtuk ütünk, és kivégezzük őket, meglepve őket, mint ahogy csináltuk a legnél. De én a tárgyalásra szavazok. Ahogy egyébként elindítok Olegtől, elég jól tudtok haladni, viszonylag kevés akadály van az úton, mert még az erdő szélén haladtok, a ritkábbak a fák. Egy perception check-et dobjatok, légy szíves. Perceptionálunk. Ennyi vakembert. Ja, én nyitva tartom a szemem. Még Adventure-ből sem. Így a távolból annyi, többiek nem veszik észre, te viszont észreveszed, hogy az erdő szélén valamilyen farkasszerű lényt, ami két lábbal jár, és elindul az erdőbe befelé. Srácok? De alapvetően nem támadnátok semmi, csak észreveszed, hogy könnyeken vallálkodik egy ilyen lény. Szerintem határozottan óvatosan haladjunk, mert valamilyen szőrös
két lábon haladó lény így besétált az erdőbe, srác. Az még nem jelent semmit, az ilyen lénynek az erdőben szokott lenni a helye. Jó, de mi is arra tartunk. Igen, van az erdőben szőrös élő lények élnek. Hát nem, szereti, azt nem ő a ranger. Igen, de az állatok nagy része az nem jár két lábon. Hát... Meglepődnél. Pingvin? Meglepően sokan teszik. Viszont kevés pingvin van az erdőben. Legyünk óvatosak. Nem nagy mókamesterek vagyok. Emrisznek nyújtom az eklemet. Ami azt illeti egyre nagyobb az aljnövényeket, félek, hogy hamarosan itt kell hagynunk a lovakat. Az nagy, a napnak a jelentős része elmegy az utazáson, már megy le a nap, mikor nagyjából elértek a kívánt távra, vertek tábort, vagy esetleg megközelítitek a bandita tábort az éjjel. Hát egy long restet akkor verünk egy tábort egy olyan helyen, ahol lehetleg nem érnek el a, nem tudom, szőrös lények. Pici barlang vagy valami. Akkor... A lovakat hátra kellett hagynunk amúgy? Itt még tudtak haladni velük, hogyha bementek nyugatabbra, ahol sűrűbb az erdő, oda már nem tudtok bemenni velük, vagy maximum jönnek mellettetek és gyalogoltok, tehát hasznunk effektív nincs, de itt még tudjátok használni, akkor légy szíves egy sorrend, hogy ki őrködik az éjjel. Állítsatok be, állítsatok fel, hogy pihentek. Gondoljátok, én Moonnal kezdhetem. És kit kell betakargatni? Még nem tartunk ott a kapcsolat, még nem jutott el odáig, hogy takaróval. Nem, ez mind nem az a szint. Az majd a harmadik sessionnel kezdünk el. Kb. Hát akkor Emrys gyakorlatilag a fél éjjel gyakorlatilag tud segíteni valakinek. Ja, úgyhogy én az első két őrség alatt gyorsan kipihenem magam, aztán utána tudok vagy maradni. Dobjatok, vagy akkor majd együtt dobtok, vagy advantage-be dobjatok, akkor a másik négyetek, akkor vala kezdi. Dobjatok elfek. Én szerintem akkor, vagy ketten akkor megoldjátok, vagy? Én nem vagyok elf. Jó. Ja. Ebben az esetben akkor én a második két órát elvállalom. És akkor a harmadik, negyedik két óra az... Nem visz. Tamás, hányat kell rollolnunk? Dob mindjárt egyet. Mindenki? És én, hogyha maga a farkassal együtt teszem. Nincsen statjai a farkasnak, megbeszéltük. Jó, én ezt értem, de... Nem. A cégnél is elmondtam párszor, nem. Döntsd, de mit akarsz. Ne csirált menti. Neki is vannak szaglása. Leszalom. De nem vagy Beastmaster. Nem vagy még Beastmaster. Nem, de tud morogni, hogyha rosszat érez. Én a másik játéknál Beastmastert akartam, nekem nagyon tetszik, pláne az átdolgozott verziója. Az átdolgozott is jó, én mondtam Lacinek, hogy ha az nem tetszik, a hátán nem tetszik, akkor homebrewolok neki egy kasztot, de még nem döntött el, mit akar, úgyhogy egyre az a farkas, mint nem is lenne. Igen. Schrödinger farkasa. Vala... ennyi? Hárman örködtök csak? Igen. Hát ugye azt beszéltük, hogy akkor én segítek, amíg a ébren vagyok. Akkor ők újra dobhatják, bár 18-21-es perceptionnél annyira nem számít. Azért nem dobtam. Eseménytelenül teljig az éjjel, semmilyen különös agadozó nem próbálj meg a távolatokat megközelíteni. Rátok virad a reggel. Jó, akkor reggel indulunk a bandita táborba. Akkor egy utolsó kérdés, tárgyaljunk velük? Hát Olegék elmondása szerint nem hiszem, hogy sok eredménnyel kecsegtetne. De mindenkivel van valami jó. Igen. Ugyanakkor ez a... Kressel. Még azokban a jobban is el fogja nyomni, ami van bennük, úgy hiszem. Jó legyen akkor. Nagyon szívesen, csak
Esetleg, hogy ezt a Kresselt le tudnánk választani a csapatától. Valahogy. Ezért én vállalkozhatok akár. Értek a lédik nyelvén. Az a plus language, amit van. Nem ezt mondanám. Esetleg meg már lehetséges, hogy kimennek portjelzni, vagy hasonló. Járhatunk egy kicsit a tábor szélén. Vagy az? Jó, akkor megpróbáltok megközelíteni a tábort csendben? Úgy tűnik. Akkor... Mi esetben egy picit szép megnézhetjük. Milyen. Ha nagyon távolra próbáltok meg figyelni a tábort, nem akartok közel menni, akkor viszont akkor először perception dobjatok. Hát Bobo az lát, hogy van fa. Erdőben is ahogy csodálkodik rajta. Ez egy fa. Számára ez meglepő tény, hogy ilyenek is léteznek. Igen, hallottam már róluk. Fa. Szóval léteznek. Láttok alakokat mozgolódni a távolban, de nem tudjátok kivenni, hogy mennyi. Vala és Remzi. Arimán 8-9 alakot veszel ki nagyjából a távolban. Így szedelőzködnek. Abban 3-4 így felveszi az íját és szedelőzködik. Valószínűleg elmennek most a táborból rövidesen. Rajtuk isünk. Miért? Sőt, miért és hova azt nem tudjátok? Ezt elmondom a többieknek is, hogy mit láttam. Nézd, Bobo! Fák! Fák! Azon a valakiken, akik a fák mögött vannak, megpróbáljunk rajta ütni. Láttál, Arimán láttál valakit, aki Kresszel lehet? Őrült nő. Ilyen távolban nem tudjátok megmondani, hogy most nő férfi el, csak a mozgó alakokat láthatok, mert nem vagytok olyan túl közel. Ha közelebb mentek, akkor dobjatok ezt a csekket is. Hogy közel tudtok-e menni. Én legtovább közelebbosulni. Akkor dobjatok. Én is úgy szűnt. Én maradok hátul. Akkor már én is vagyok. Milyen kézzel most azokat? Mi van, Sanyi, egy olyan karakter, amelyik tud lopakodni? Egyébként igen. Nem tud. Legalábbis nem feltétlenül csöröntől. Csak pusztán a létezésében nem okoz csöröntülést férve. Egy csapat, aki nem bitang hangos, ahogy mozog. Úristen. Ahogy elindultok közelebb, Animán rálép véletlen egy faágra, hogy megrecsen, és egyetlen egy ember fölkapja a fejét. Egy felkendő van a fején, annyit látszik közelebbről. És figyeli, hogy mi történt. Közelebb mentek? Szeretnék én előre menni. És szeretnék, ha tudni neki. Azt mondom, hogy... Nyugi. Heps küldött minket, hogy lehet csatlakozni a bandához. Mármint akkor te oda sétálsz az egész csapat elé. Aha. És így a sisakomat leveszem a fejemről. Hepsz küldött, hogy elvileg néhány tag el kéne, mert volt valami probléma Olegéknél. Én vagyok a... Hátul maradtok benne a fák között, vagy ti is jöttek utána? Én hátul maradnék és elővenném az íjamat. Én lehet, hogy közelebb mennék, és nálam van a nyaklánc, amúgy, vagy az nálad van. Az nálam van szerintem. Micsoda? Az nálam van szerintem, legalábbis én elvettem az Alchemist Fire-t meg egyet is, de... Na jó, akkor én is közelebb szeretném menni Bobo mellé, hogy igen, azt hiszem van is nálunk valami bizonyíték, hogy Epps küldött, de azért jöttünk, és fel van szemedökkel nézek Bobóra azért. A nevem Moonfire. Egy keleti bandita vagyok.
Nem akartok újat húzni velem, és ráköpök egyet a földbe. És mutatom, így, mondom, hogy mindjárt mit láttok. Ahogy egyébként oda sétálsz a csapat elé, egy 8-9 főre a banda csapatot látsz, egy tábort tudsz körül, akik észrevesznek, fölkelnek, és a fiúk, nézzétek, kik jöttek ide, hogy mik jöttek ide. Dobhatok Deception-t? Nem kell, oda sétált eléjük. Ha, én nem látok semmit. Dobhatsz Perception-t, hogy vannak egy nem, hazudni szeretnék. Deception-t. Deception dobhatsz. Amúgy én nem látok semmit ezen a térképen. Miért nem látod, hogy baszni? Nekem még tart. Pedig nincs rajta... De a karakterünk ott van? Mert hogy nincs karakterünk... Nem, megvan mi a baj. Mert át kell hoznom a tokent, úgy kell csinálom a tokent, és nem hagytam nektek Vision-t. Aha. Szóval dobhatok rá esetleg, hogy ne támadjanak meg minket azonnal? Dobhatsz egyébként, aki odaszólt a többieknek. Nő, ő az egyetlen nő a csapatban, és így két fejszítét kivesz az oldalára, hogy uh-huh. Ó, na csak. Aktor vagyok, szóval elbírom játszani, hogy más vagyok, mint aki. És így advantage-re szeretnék dobni Deception-t. Dobjál. 21. És miről szeretném meggyőzni akkor? Arról, hogy én egy keleti bandita vagyok, és hogy menet közben bérelt fel. Igazából ezt mondom neki, hogy mondta, hogy szükség van néhány kemény fiúra. Helps-szel találkoztunk Olegnél. Besegítettünk neki a fosztogatásba. Én látok semmit. Hogy beállítottam már. Én látok már. Tettél a fényt is a pályára? Daylight módban van. Én látok. Aha. Nem tudom, hogy... Akkor hogy a karakternek nincs látása, nem? Laci, frissítsed be, légy szíves, mert én, ha nézem a te karakteredet, annak van látása. Jó. Ja, nekem működik rendesen. Mindenkinek van látása. És... úgy hallottuk, hogy van itt egy erős, határozott nő, aki... nagyon jól vezet egy bandát. És én nagyon mély hangon próbálom mondani, hogy komolyabbnak tűnjek. Megdöntött fejjel néz, hogy... Na, ha, keletről jöttél, igaz? Igen? Na igen, a sárkányok földjéről. Melyik csapattól jöttél te ide? A Moonfire. Róla nevezték el. Én vagyok Moonfire, ő pedig a Moonfire csapata. Forgatja a kezébe a két kézi baltáját. És rámutatok a többiekre, ő itt fehér rózsa. Teljesen néma, viszont rendkívül jól bánik. Az is egy névez. Jól bánik azzal a bárgyával. Hátul van szerecsen. Ő az ellenfelei bőrével szőnyeget szokott varni. Fehér hajúval csak nemrég találkoztam. Hátul pedig meg szokta etetni a törpe farkasával az embereket. Nagyon sokáig tart, nagyon kicsi farkas, csak 9 kiló. Figyelj már, kis bobóhóc! Moonfire! Nem mondták neked, hogy is hivatalok nem keleten van? Mit keresne itt szerinted egy hozzá hasonló keletről, mikor az délen van? Ennyire nézze hülyének! Ez borzalmasan rasszista. Ez borzalmasan rasszista. Pont szarok rád! Köpjeld a földre! Kicsit nagyobb tisztelettel kellene beszélni, hölgyem. Nehogy le legyen cserélve a banda helyére. Aztán, hogy egy... a vállait, boldos srácok. Srácok, jöttek játszani. Ja, egyben nem mersz kiállni ellenem. Ahhoz túl gyenge vagy. Majd a fák közül egy nyíl csapódik. Dobj, menj az acél. Jaj, ne. 15. I'm dead. Pedig annyira jól ment a tárgyalás. Nem talál a lábadnál random a nyílvessző. Ezt felveszem, és ezt majd rakd el, hogyha szükséged van. Ezt ingyen odaadták nekünk. Egy kicsit hátrahajítom. Szóval lehet csatlakozni hozzá? Én ahogy látom, hogy becsapódik az a nyilvessző, rálőnék a nőre. Oh yeah. Do it. Amint hajlandó megnyitni a karakterlapomat a világátos játékban. Én is állítatok, már szar a karakterlapja ezeknek a szaroknak.
mint kiderült. Ahogy becsapodik a nyilvessző bobó lábánál, te pedig irányítod az írat és lősz. Mindenki én már eleve úgy stealtáltam, hogy elő volt szedve az éjjem. De rád mutatott egyébként, úgyhogy... És mindenki... És dobja az initiatívot, amit én indi... Nem, most nem foglalkozok vele. Mindenki dobja manuálisan az eregetőt. Mert így is át kell írni. Ah, jó, hogy elő vagyok. Egészen tankos is vagyok. Ja, nem. Hát, az nem lett nagy. Akkor rálőhetek a nőre? Lőj nyugodtan, és akkor közben mennyi részem, hogy eltállod, csak ki van az inzsitőmétek. 15-8. Nyolc talál a vába lövedés belányilvessző. És körbenézve nem látom egyébként, hogy honnan jött az a nyilvessző, ami bobót célozta? Így azon nem tudod megmondani, valon a fák közül. Annyit tudsz talán megmondani, hogy valahonnan innen oldalról. Uh-huh. Ja. Bandit előveszi a számszeréját, céloz, és meglövi bobót. Tüzel elő mellette, és elkezd újra tölteni a számszeréját a kezében. Ilyet használ a kollégánk, létsz, és ilyen lövedékeket adjatok nekünk. Ilyen számszerű lövedékeket nem tudunk mit kezdeni. De van kollega, aki azt használja egyébként. Ja, tényleg. És úgy fölröhög, hogy ez nagyon szép volt. És nektek rohan a két fejszével. A remszínek. Ahogy elrohan itt ez a fa mellett, egyből csak reflexből felveszem a labárdom és arcba csapom vele. És el szeretném használni az opportunity attack reaction-omat. Hajrá! Oh fuck. Jó, igen. Ennyi. Hogy megsúvind el a halberdedet, egyébként halberd, nem halbert. Elhagyja az ütésedet és folytatja a rohamot és megüt kétszer. Tizenöt. Mind a két ütése, ütését tudod hárítani az alabárddal. Ráüt így elhárítod, és csak vigyorog az arcodba, hogy az enyém vagy. I get you for 3 minutes. Jó. Ez a bandit ez közelebb lép. Hát itt, és leveszi egy javelint a táskájába, és megdobja vele. 20-as táv. Bobót. Bobó kitáncikál a lövedékek, dárdáknak a záborával. Szeretném kifejezni, hogy én ott állok ugye full fegyvertelen, és nézem a körmeimet, egy kicsit így megfújom, meg egy vakargatom, egy arrébb lépek, amikor látom, hogy valami repül felém. Voltam. A
Következő az célod, és a távolba próbál lőni. Megpróbál hosszú ujjával eltalálni Arimánt. És látom, talál is. Egy... Nem tud mély sebet okozni a nyílvesszőre, de eltalál vele. Bobó a csú. Azt hiszem, itt az idő elkezdeni futni az erdőbe, és szeretnék egy Dissonant Whispers nyomni a csajra. Igen. 14 wisdom. Azt mondja, hogy 14 wisdom szerint. Nem dobja meg. Akkor kicsit retconolhatok. Egy nagyon picit csak. Amúgy ugyanez lenne, csak szeretnék még előtt egy Bardic Inspiration nyomni. Remzi lesz, elfelejtettem véletlen. Jó, nyomjás. Milyen jellegű szövege vagy mivel? Hogyha elkezd futni, akkor légy szíves, ismertesd már meg a fejét, a alabárdot, de szerintem jó barátok lennének. De nem lesz reaction-ed. Shit. Mindegy, attól még odaadom a Bardic Inspiration-t, és akkor, akkor utána is ráér igazából, akkor nem izébe. És akkor 10 sebzést elszenved, és akkor elkezd futni fel tőlem. Egy fejéhez kap, hatalmas fájdalmakat okoz neki, és egyébként mit hal, vagy mit lát? Azt suttogom neki, hogy mondtam, hogy, hogy rettegnet kéne tőlünk. El kellett volna fogadnod az ajánlatunkat. És meg fogsz halni, és az embereid is. És így fölkiált, hogy retkes bóc, menj ki a fejemből, és üvölt egy hatalmasat a fájdalmába. Pedig olyan jók lettünk volna együtt. Alig a lábam botorkál, nem lát a fájdalomtól. És szeretnék besprintelni, de a fák közé ijedtem. Sprintelj. Menj 30-ot ott menni? 35 bírok. Jó. Ja. Ez ideig. És ennyi. Jó. Te jössz, Remzi. Még mielőtt elkezdene futni, Bobo még épp hallja, hogy Remzi elkezd nagyon szuszogni, és aztán egy kicsit ilyen mély hangon mondja, hogy most maradjatok távol, és amúgy kicsit elkezdett megni, de aztán, mint ahogy lélegzik, nem történik semmi, azt látjátok, egy kicsit halványan elkezd világítani a karján a rózsák, de aztán kialudnak, és elhasználom a rage-emet. Hát az... Jéj! Oh. Elegáns rincs. És ahogy egy pillanatra ez két másodperc alatt lefut, és kicsit megrázza a fejét, és szeretném elővenni a halberdem, és hát halberdot is belecsapni a... Hát a... megint csak a lábába a csajnak, vagy az oldalába. Nem akarom egyből kinyírni. Ilyen kedves szület. Mit tud a rincs gyere? Double action-t, viszont akkor... Ez nem halálos sérülést akarsz okozni, csak kiütni. Igen, igen. Igaz? Non lethal. Dobj egyet. Baszki. Bartik nincs fél. Hát mondjuk ez kevés. Elhárít. Várj egy pillanatot. Igen. Az egy pillanat, ez kevés. Csak a damage roll-ra kap a pluszt. Egy kicsi magához tör is észreveszi a felé lóduló alabárdot, elüti a két fejszével arra, oldalra. Ez az utolsó figyelmeztetés. Álljatok le. Nice save. Emrys, te jössz. Jep. Még jó, hogy ott hátul maradtam, hogy mindenki tudjon lopakodni. Úgyhogy... Sanyi ma mérje a távolságot. Ja, 25 és 30 mozgás. Így. Akkor... 14. Megölni akarod, vagy kiütni? Én megjön vagyok. Eltalálod, és... akkor viszont megöled. Ó. Oh. Cool. Átszúrod a... Nem tudja elhárítani az ütési reptenyős, de elhajolni, mert nem sem. Átszúrod a gyomrát, kirántod a pengét, és... Így utolsó leheletével odaszor...
Te köcsög, és összeesik. A. Vagy ezt látom, hogy egyrészt csak odafutás lesz, hogy mondanak egy vállalatnak, hogy adja meg magát. Nem tette meg időben, sajnos. Lehet, hogy vigyázhattál volna erre egy picit. Nem tettem, hogy ismertek el. Lehet. Őszintén szóval nem számítottam rá, hogy ilyen könnyű lesz. Én azt hittem, hogy egy vadopadit bandita... Nem mindegy. Majd legközelebb, következő banditát életben hagyom neked, jó? Jó. És lehet, hogy egy Remzi személy egy picit fehéren, mint egy nagyon picit haloványon világítana. És ennyi. Most nincs más bónusz action, nem? Arimán, te jössz! Ebben a felállásban a Light Crossbow-val megpróbálom a következő, soron következő jövő banditát, aki itt a tábor tűznek itt a zárás oldalánál meglőni innen. Oh, yeah. Talál süllyedt. És torkon lövöd, és gurgulázva a vére folyik ki a széből, a nyakába gurgulázva esik össze. És utána még ide a fák fedezékébe belépek. Ja. Ide a kis... Gyakorlatilag a fába léptem bele, és a tokenemet. Nem baj. Jó. Ha gondolod, levesztem, mondod, ott látsz már? Nem, gyakorlatilag a fajt most így gyakorlatilag egy teljes kitakarás. Nagyon sötét van! Igen, így egy ilyen. Ját a fától, ugyan hát előre nem látsz a fától, de ez egy fél coverben vagy. Jó, oh. Ennyi? Egén ennyi. Half cover. Oh yeah. Jó. Következő bandit, aki kicsit meglepődik. Hogy így ilyen gyorsan elintézték a vezért. Tök jó, vezértem azt a fát. Azt hiszem, hogy megpróbálkozik még egy lövéssel, méghozzá Amrisz ellen. De beláll a pajzsodba, kicsit még rezeg a nyilvessző, de nem sikert eltalálnia. A következő, látva a sikerét az előző támadásoknak is, a főnököt nagyon gyorsan megölték, elfut. Bölcs. És még 30-at, a 30 távolságot csak azt tudom kirakni már. Valata jössz? Aki elszalad a nem, igazából az gyávaság lenne. Valakinél hand crossbow van, arra úgy rálődnék, így nem tudom. Light crossbow van. Egy távolabb lévő. Annál van a crossbow. Jó, akkor arra rálőnék egyet. 23-12. Jesus Christ. Fejbe lövöd, összeesik. Ne felikénye a longbobot, mert túl erős. Én tudom túl jól használni. Laci nem használ többi longbobot. Akkor téged kellene elfalni? Pontosan. Igen, kb. Ennyi? Igen, ennyi. Semmi más nem tud csinálni konkrétan. A következő két bandita földhöz vágja a fegyverét és elfut. Akkor nem marad senki el, ugye? Vagy harcolnak még? Azok csicskák. Ezek intelligensek. Nem csicskák, mert ilyen könnyen halnak. Mindegyik, amik alapvetően olyan pozícióban megpróbál elmenekülni. 12 damage minket is kinyírna egyébként. Engem nem. Nekem pont 12 HP-n van. Engem simán földre minden. És elmenekül. Így. És akkor Bobó, a csú, te jössz. Még akkor van valaki? Nagyjából eredeti távolságban már csak egy bandita van. És ez hol van? Ő ott középen. Aha. Hát neked nem annyira elérhető. Ide szeretnék sprintelni. És azt mondom, hogyha nem akarsz futni és lenyilazva lenni, akkor szépen add meg magad. Igen, még annyi, hogy a fák közül innen leugrik egy alak, és elkezd el is elfutni.
Valamelyiketek álljon meg, a másikat megkagyoljuk sajnos. Szeretném meggyőzni. Nyomatok egy persuasiont. Nyomjál. Ugye azt mondom, hogy a túlélők maradhatnak a... Csak hogy advantage-em legyen. Azt mondom, hogy a túlélők beszállhatnak a bandánkba. Csak az meg kell, hogy álljatok. Húsz. Ez a túl sok lehetőség nincsen versenyezni. Meg legalább az Ektor Feet-nek semmi haszna nincsen egyébként ezeken kívül, de ebben legalább nem rossz. aki ott áll, középen nem mozdul, és kettő még visszafordul, hogy... És visszafordul egy kicsit, hogy hallották, és meggyőzni őket, hogy hát meghallgatnak, de a távolságra tartják, hogy ha futni kell, akkor tudjanak futni. Intek hátra, hogy tegyétek le a fegyvert nyugodtan. Igazából... Én csak leengedném, de el nem tenném. Szeretnének meg... Nem állítottam le a timert, de tovább dobtam le, mindegy. Szeretnélek meginvitálni titeket. Bocsi, még mielőtt csak hogy hatás, még nagyobb hatása legyen, amit te mondasz. Van olyan valaki, aki 60 lábon belül van és rálátok? Aki fut el. Aki fut el, mert egyik sincs 60 lábon belül, csak ez a három szerencsétlen van itt. Jézus, milyen gyorsan futnak. Jó, hát akkor... Jó, csak ide sétálok. Szeretnélek meginvitálni titeket, hogy csatlakozzatok hozzánk. Egy hatalmas birodalmat fogunk építeni itt ebből a szennyből és undorító dolgokból. Hogyha segítetek nekünk, akkor jól fogtok élni. Vagy ha nem, akkor sajnos ti is halottak lesztek, akár csak a többiek. Nagyon... Olegnek jól jönne szerintem néhány ügyes ember, aki segítene neki. És ha jól viselkedtek... Annak a fajunkónak segítsünk, de megbalondultál. Csak az elmúlt két alkalommal én mentem kifosztani. hát igen, de úgy meg meghalsz. Ez a kettő opció igazából, ezt nem eléggé jól kifejeztem, hogy Moonfire nem tűr meg más banditákat a vidékén. Mint láthatjátok, és rámutatok a régi vezérükre, és úgyhogy meg se sérültünk igazából. A két távolabbi elkezd hátrálni, mert ők olyan távolsabban el tudnak futni, a közelebbi nem mozdul. Mondjátok a többieknek, hogy hamarosan jövünk, jó? A nyilvesszéget csak rakjátok ki nyugodtan, felesek, és így kilövöldözni egy is, jó? És egyébként akkor meg is állítom a harcot, mert ilyentől kezdve az egy darab maradt középen, mert dobta a fegyvereit. Ez ismételten jól sikerült. Ári, már jól vagy? Nézzek így a fák közé. Köszönöm. Egyre jobban kezdem azt hinni, hogy ezek nem is banditák, hanem nem tudom, hajléktalanok, vagy ilyen eltévedt lelkek. Én nem bandita, egy eltévedt lelkek. Hé, kisfiú. Igen? Jaj, sajnálom, bácsi. Mondj csak, ti komolyan banditák vagytok, vagy csak így? Nem tudom. Nehéz elhinnem, hogy ezen a területen a banditák azok így működnek. Ti lennétek azok, akik megfékezték a királyságot, hogy elfoglalják ezt a vidéket? Hát... Mi nem. A főnök. A főnök az. Igen, tudjuk, hogy ti nem. A nő vagy a Steglord? A Steglord, ugye? Így ránéz Cressy Holtesen, nem ez a hülye picsa, hanem a nagyfőnök, a Steglord, az. Megpofozom. Tisztelettel beszélünk a nőkről. Édesanyja... Nem beszéltél ezzel a ribanca, hogy miket csinálsz velünk. Azért beszélsz csak így. És megpróbál megharapni a kezelet. Visszaharapom. Szeretném tartani csak, hogy oda akar harapni. Hát, hogy meg akar harapni. Szeretnék visszaharapni bele egyet a kezébe. Harapj. És belenézek a szemébe, hogy ettem már embert. Ezt csak vízből mondtam, mondom a többiek. Tényleg ilyen?
Ami azt illeti, a Steglortól jöttünk, hogy felvizsgáljuk a titi kis táborotokat. Ennél az úrnél, akit előbb lehőjéztől van a szimbólum, ami ezt igazolja. Elég szerencsésen járt el itt, maradt el itt, és nem a tőle, a többiek látszolgattak, ők mind halottak lesznek holnap reggelre. Hát, én nem ismerem az összes bandatagot, de Kresszű felismert volna. Ő egy kis hal az egészben. Ismeri a fontosabb banditákat, ismeri a csapatba. Ismerte. Nem ment át a tesztel. Te annyira lenézed a Steglordot, hogy szerintem fog küldeni, akiket csak úgy felismernek arra, hogy ellenőrizzenek titeket. Megpofozom megint, ahogy a Steglordról így beszél. Fájra ez az. Hát a tisztek azok ismerik egymást. A csapatvezetők ismerik egymást. Mindig azt hiszed, hogy csak tisztek vagyunk, akit úgy elküldtek? Úristen. Megint hát, mit lennétek? A tisztek fölött van a Steglord. Úgy látszik, hogy nem csak gyengék ezek a banditák, hanem teljesen gondok is. Na mindegy, erről hallani fog az úr. Akkor biztos tudjátok a jelszavunkat is. Elmondanátok egyébként micsoda? Azt hiszem, hogy a ti ostoba jelszavatokat használjuk. Hát, ha Steglordtól jöttetek, akkor tudnotok kéne. Merre van a bázisotok? Neked kéne a mi jelszavunkat használni. És mi az? Ez nem így működik. Igen, most továbbnak nézel minket. Ariman szerintem döntsd a sorsáról, úgyis téged sérítettek meg. Én ez az ostobában nem vagyok hajlandó tovább beszélni. Na, megyek a két banditához. És egy van már csak ott. Vagy, igen. Oda már hogy veszünk, Bobó is egy. Az. Semmi más sem. Egy bandita lord. Igen. 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 Szóval oda megyek az egy banditához, és elengedem, hogy menjen. Ezt most elvágom. Mi? Elvágom a kötelékeit, és elengedem. Még mielőtt mennél, csak tud, hogy 3 vagy 4 ilyes nyila van rajtad éppen, hogy bemész az erdőbe. Hol találjuk a Steglordot? Hát erődjébe, de ha onnan jöttetek, akkor tudjátok, hogy hol van. Mondd el nekem, frissíts fel a memóriánkat. Én személyesen nem jártam ott, de valahol Taskwater-nél találhatom. Ezen a térképen. Taskwater az a nagy tó ott középen. Valahol Taskwater-nek az északi partján van valahol. Ez a bázis ennyi volt akkor, hogyha jól értelmezem, tehát ez volt az egész, ami... Azt tudom, hogy valami normálisat fogtuk itt felszerelni. Ha körbenéztem kicsit jobban, így, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy megölnek-e vagy sem, akkor bannit elengeditek semmit, nem kérdeztek tőle, mehet magára az útjára? Én odaadok neki egy ilyen sárga szalagot, és mondom neki, hogy sőt, rákötöm a nyakára, és mondom neki, hogy ezt tartsd magadnál. Mi ez, nyakkendő? Legyen a békén. Úgy fogod hordani. Nyakörv! Ha valaki érdeklődne Ramsey-ről, vagy Albusról, vagy Minikről, akkor neki, hogy találkoztál vele. Tehát rántós, albás, mimik, mi? Ne szórakozz velünk! Bohóc, tss, adok neki egy pofont. Örülj, hogy a barátunk megkegyelmezett. És megpróbál eloldalogni, hogy figyeljétek, hogy nem próbáltak megölni. Hagyjuk szerintem elmennem. Majd, hogy elfog visszakirabál. Így sosem fogtok bejutni az erődbe, megdöglötök, és elfut. Wow. Ezek sprintelni utána. Micsoda? Nem próbálsz meg még ennyire veszélyt, azért 600 feet-ig úgyis tudsz lenni. Az őrt is ilyen kétbites emberek védik, akkor attól tartok, hogy ez nem is fog történni. Átnézzük a bázis szerintem, hogyha nem akart senki mondani. Ha végignézitek az egészet, nagyon sok különleges dolgot nem találtok. Itt van egy törött szekér, táborhely, ott nincsen semmi különös. Itt van
és itt van egy platform a fák között, egyiken sincsen senki. Ezen a részen volt az íjász, aki boborral állott, és a platform alatt van egy valami halom, ami le van takarva. Nyilván kitakarva. Jaj, hogy megnézitek, egyébként ugye a halom tetején élelem van, összetekert sátrak, tűzifa, így. Nagyon extrát, így tetején nem láttok. És ha jobban beletúrunk. Ha elkezditek szépen lepakolni róla a cuccokat, akkor találtok egy kis, hát egy zsákban pénzt, és egy pár ezüst fülbevalót. Van 321 silver és 90 gold itt a zacskóban, meg egy pár ezüst fülbevaló. Ahogy túrtok lejjebb... Van egy ilyen kis fadoboz, amit ha kinyitok, elkezd zenélni, így egy zenedoboz. Három ilyen nagyobb dobozban találtok prémeket, meg bőrt. Gondoljátok azt, elvihetjétek a lovakkal. És van egy nagyon szépen felcsiszolt faládikó. Azt nyilván ki kéne nyitni. Kinyitjátok, és van benne 8 üvegcse. Az egyik ilyen parafadugóval van lezárva. Ha beleszagoltok, ez valamilyen növényi likőr lehet. Mindegyik? Minden 8 ugyanaz van. Ezt elrakja valaki esetleg? Meg később megvizsgáljuk? Beírom a közösbe. Én is beírtam a többit is a közösbe már. 8 palack likőr. Oké, és... Jó, akkor... szarvasadászat? Ezen a dobozt kérdezettem magamhoz veszem. Én a fülbe való. Elkezdem vizsgálgatni, hogy tud-e valamit, vagy csak szimplán szép. Első ránézésre nem értett a mágiához, de valószínűleg csak szép. Ha átnézitek egyébként a holttesteket, akkor felszerelés szempontjából nagyjából olyan felszerelésük van a banditáknak, mint akik megtámadták Olegéket. Annak a háromnak, aki ott maradt, vagy kell, hogy hányan vannak? Egy, kettő, hat, meg az egyiknél egy light crossbow van, meg egy lándzsa, meg egy leather armor, meg három gold. A másiknál ugyanúgy egy pajzs, egy hand axe, egy javelin, két aranyjal. Ha Kresszült átnézitek, már gondolom mindenkit kirútoltak. Nála van egy potion of healing. Egy standard leader armor, 4 darab kés, vagy tör, 85 arany, és 2 darab masterwork hand axe. A masterwork tárgyak annyit tudnak, hogy az atakról hozzá kell adni egyet vele. Uha, beírgáltam a izébe. Ez kinek kell. És akkor szétoztunk 18 aranyat fejenként, még pluszban. A 24-hez a korábbi az. Én amúgy másnak nem kell a Masterwork Handex-eken, ezt elfogadom. Oké. Okay. Nekem rendben van. Nem használod Amiris-szer akkor? Nem. Ha megnézed egy külsőre is egy nagyon szépen kimunkált fegyver, jó az egyensúlya. Valószínűleg jóval többet ér, mint egy sima Hendex. Én a Healing Potion-t kitörlöm. Vannak nála ilyen kis... Sima dagger. 4 dagger, sima. Akkor a Masterwork Hendex-et az kitörlöm innen. Potion of Healing-et meg elvettem. Ez csak plusz egy attack vagy damage?
Olyan, mint egy plusz egyes fegyver, alapvetően attack szempontjából, hogy a damage-et nem kapsz vele. Dagger-re. Nem mágikus, csak kicsit pontosabb egy vele, mert jobban ki van egyensúlyozva. Oké. Csira? Először négy daggert, jó? Négy daggert felveszem, igen. Meg a szörméket, meg a bőröket rápakolom a lóra. Vagy szétoztam a lovak között legalábbis. Jó, és akkor innen mehettek tovább, ha gondoljátok a lovakkal esetleg. Visszatérhettek, Olekhez le tud szólni. Az első fejezetben jellemzően Oleg a központi terület, az a hub areátok. Uh-huh. Igazából haladhatnánk is tovább szerintem. Csapat? Mit gondoltok? Uh-huh. Ugye előre nem láttam értelmet visszatérni. Mert elég jól működünk. Egyelőre megint csak rolult, ami... Meg nagyon jól harcolok, ami azt illeti. Tehát szerintem simán elbánok a Staglorddal is. Szóval én azt jelenti, hogy haladjunk tovább, aztán végezzünk velük minél hamarabb. Úgyis hamarabb... Hát mondjuk nem lóháton mennek ezek a menekülők, szóval... Lehet, hogy őket is meg tudjuk lepni. Én ezt javaslom. Alapvetően minden irányba szétszéletek, tehát hogyha elkezdünk kapni, az több idő, mert össze-vissza mentek el mindenfelé. Remélhetőleg Oleget nem bántják annyira, bár mondjuk a fegyverüket eldobták, szóval... Ezen a ponton, Bobó, én szerintem rád hagyom magam. Bízol bennem. Eljutottunk ideig. Nagyon jól kezelted ezt a helyzetet. Úristen! Elkezdek nagyon izgulni. Tudtam, hogy szépen lassan az enyém lesz a birodalom. Meg vagy örülve, ha bízol bennem. Nos, akkor első kérdés. Most értünk el a 3 órához, hogy akartok tovább játszani, vagy folytassuk innen? Hát ez se egy rossz szám, nem tudom, hogy gondoljátok. Az első komolyabb esemény, nem tudom.